Szép jó napot, szervusztok! Újra uton vagyok. Uton vagyok egy bolti vásárlásra, ez nem tudom, sok minden ilyen alap dolgokból kifogytam egy kicsit, ugye olaj, stb. Szóval nem különösebben ilyen húsokat, meg egyebeket nem kell vegyek. Fel van írva, van egy listám, nem tudom sok. Viszont van egy dolog, amit hát most fogok megnézni. Elmegyek először is a húgomhoz. Valószínű, hogy otthon van, nem hívtam fel. Van neki egy lámpa problémája, világítás problémája, egy ilyen külső, tehát a házon kívül. Kinti lámpa is, hát azt valami probléma van vele, hogy mi azt nem tudom. Megnézem, aztán ha kell, akkor hiszem lecserélem a picsába az egészet. Veszek egy ilyen motion detektoros világítót, az a legegyszerűbb, és akkor nem kell kapcsolgatni, hanem mozgásra bekapcsol. Hát elég szar a forgalom, amit látjátok. Nézd, arra szolgatunk, bumper to bumper. Tehát itt van, most már itt beállt. Lökhárítótól lökhárítóig, itt úgy mondjuk. És mivel, hogy ő tisztában van 1000%-kal több, jobban, mint én az arany vásárlással, ezért megkérem őt, hogy jöjjön el velem, ha van ideje, egy ilyen helyre, ahol lehet aranyat venni, és hát majd ő tudja, hogy mi éri meg, mi nem éri meg, mennyiért, hogyan, mint ő adja, veszi az aranyat, szóval ért hozzá. És akkor így választunk majd egy gyűrűt a feleségem számára. Ma meglátjuk, ott van-e van. Rákagyarodtunk a Cortezra. Megyünk ki a tengerpart irányába. Ablak lehajtva, jobb oldal, mert ha behaladszik, behaladszik. És gyönyörű az idő viszont. Látjátok? Gyönyörű. 20-25 fok körül lehet. Hőmérséklet. Ismerős az út, gondolom már sokaknak, ugyanis itt van mindjárt a Home Depot. Már rég voltam bent, nem kellett menjek, de mondom, hogyha kell, vegyek ilyen külső lámpát, nem tudom még, hogy milyen problémája pontosan van. Mondom azt, hogy nem ég. Valami bebaszott neki, aztán meg kell csinálni. Nem egy nagy ügy. Akkor viszont eljövök ide, aztán veszek neki oda valamit, meglátjuk, hogy pontosan, hogy mi a helyzet. Hát gyerekek, politikában nem megyünk bele, különösebben, de azért ugye, hát ti is tudjátok, hogy mi történik, hogy a magyar híradásokban benne van, minden néztem, magyar hírmagyarázatokat is néztem, elemzéseket az itteni politikával kapcsolatosan. És hát ki, hogy ki így, ugye, ítéli meg a helyzetet, mint ahogy itt is. Úgy nagyjából fele-fele az arány. És ti nem részletezem, ti is tudjátok, mi történt, hogy történt. Én minden esetre nagyon szomorú vagyok ezügyben. De hát mit lehet csinálni? Mi nem tudunk semmit csinálni. Ja, most itt méráltak be ezek. Beálltak. Zöld a lámpa, de viszont beálltak a kereszteződésbe. Beszorultak, gyerekek. Mi a lófasz van?
Bolzasztó. Nem szeretek így vezetni. Na jó, akkor hamarosan jelentkezem. Nem soká ott vagyok a húgomnál. A helyszínt nem akarom venni. Ugye a location. Majd jelentkezem mindjárt. Hát egy hirtelen váltás, gyerekek, mert hát tegnap óta, ugyanis már másnap vagyunk. Ugye, tegnapi történések, ugye, na, várjál, mert itt csak azok voltak, hogy ugye megcsináltam a lámpát, de kis bonyodalom volt, úgyhogy a filmezést azt el is, hogy mondjam, nem filmeztem magyarul, és hát az volt, hogy rossz valamit vettünk, és az történt, hogy elmentünk a Home Depotba, vettünk egy ilyen motiont, amit mondtam, és kérlek szépen, hát ott volt 1000 fajta, és hát az a gyalázatos dolog jött közben. Nem néztük meg, és képzeljük el, olyat vettünk, amiben elem való. Tehát nem lehetett rákötni a hálózatra, vagyis hát a villanyra. És hát mit tudtunk csinálni? Hát ugye volna vissza kell vinni, és ott van neki egy kamra, és ott nézelődök, hát ott volt egy vadonatúj külső rámpaszett, gyerekek. Hát azt mindjárt föl is szereltem, úgyhogy megoldódott a probléma egy fillér nélkül. És így ugye majd elviszi vissza ezt, amit vettünk. Hát bassza meg, elemekkel működik, nem tudom, hogy meg sem néztem. Ugye a formája azt tetszett, meg minden, mondom, jó lesz ez. És nem néztem meg, hogy bater is. Hát ilyen is van. Na, úgyhogy ez van, a lámpa működik, sikerült, jó is néz ki, és utána elmentünk, és hát megvettük ugye a feleségemnek azt a bizonyos aranygyűrűt, úgyhogy az rajta lesz, amikor odaadom, és az is tegnapi történés, de majd úgy csinálom meg, hogy ezután lesz rajta, tehát. Majd meglátjátok, nem lesz keveredés. Jó? Na, eljöttem az Aldiba, mert aztán ugye a vásárlás is elmaradt. Ugye elhúzódott az idő, úgyhogy megveszem, amit tegnap nem vettem meg. Na, felszerelkező gázállarc, ami van. Vagy ami kell ilyenkor. De az a jó, hogy ebben azért kapok levegőt valamelyest. Ugyanakkor szűri, és nem fulladok meg, de nem szeretem ezt. Na, megyek be. Na, meg is jöttem, gyerekek. Úgyhogy mit vettem, azt majd mutatom otthon. Nagyon ügyes voltam. Többre számítottam, hogy majd fizetek, mint amennyit fizettem. Úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve az árakkal, és hát saját magammal is. Úgyhogy meg is veregettem a vállamat saját magamnak. Más úgyse fogja. Íj, a maszkosok, ajaj, dolgoznak. Na gyerekek, megyünk, hova menjünk? Kéne vegyek ilyen friss kenyeret valamit. Szeretnék nektek mutatni egy olasz specialitást, egy ilyen appetizer. Úgy mondjuk, hogy ott volt a kurva néni. Na majd leveszem, mindjárt várját. Ott van. Nézz oda, ott megy. Nézegette a kocsikat. Na. Kurva néni, kérem! Ott megy, látod. A szőke. Azt mondja a gyerek, egy kis növésű gyerek volt. Bement a kuplarájba, aztán
Nézik azt, mit akarsz itt, öcskös? Azt mondja a gyerek. Kurva néri, kérem, én már elmúltam 18 éves. Na, nem szóval, ilyen is van. Na, örülök neki, hogy sikerült mutassak egy prostit. Nagyon ritkán látni őket, de ott rohadjanak meg, ahol vannak. Nekem ez a véleményem. Szóval, még ha ő fizetne, akkor sem lenne semmi, mert ez gyerekek gyomor kell. Hát van, aki bevállalja, én nem soha. Rendőrbácsi, jobbról. Undercover, fehér kocsi. Gyerekek, csak a rendszámról tudod, hogy meg az elrejtett. Ha jobban megnézed, akkor látszik, hogy rendőrkocsi. Ja, bemegyek, veszek kenyeret. A Publix, olasz kenyerek ott vannak, olasz mélység van. Megejtjük a kenyérvásárlást. Van egy nagy mexikói bolt. Már voltam bent. Na, elmegyek innen a kertek alól. Kíváncsi ezek mi lesz, itt volt egy ilyen olcska ilyen. Na megállt a busz, gyerekek, ez is ritka, ugye, hogy a busz megáll, és leszáll egy utas. És ez a busz megálló. De azért vannak utasok, nem sok, de vannak. Itt majd bemegyünk, hátulról támadjuk meg a Publixot. Villog, mint a franc. Egyébként, ha minden 20 méterben van egy busz megálló, látod, itt van, ott van, alig ment 10 métert. Még 20-at mondtam, igaz? És már ott volt a következő. Úgyhogy, de ha nem akarsz még addig se elmenni, akkor ott áll meg, ahol te mondod. Érdekes, mi? Ott áll meg, ahol azt mondod, uram, ott álljon meg. Megáll. Nem problémázik rajta. Sőt, van olyan forgalomban helyezett ilyen szkattos. Na, most elbasztam, mondom, na mindegy, akkor is onnan kell álljak. Itt bemegyünk. Hogy van olyan megoldás is, gyerekek. Na, én nem szeretek izállni. Elmegyek egy kört. Hogy ilyen kis buszok, ott a kacsák. Jaj. Nézd oda. Libák, ezek az északi kanadai ludak. De gyönyörű. És milyen szelidek, látjátok? Nem bántja őket senki. Ott. Az ott azt hiszem alszik. Ugye bedugta a csőrét oda a szárnya alá. Ja, jaj, de szépek vagytok. Hogy kijöttek ide? Hová álljak a francba? Na, most jól megcsinálom, mi? Akkor is, gyerekek, én önfejű vagyok, mert én ide szoktam állni. Ide. Minden parkolónál megvan a helyem, hogy hova állok, még nem szeretem keresgélni a kocsit. De hát ezt elrontottam, mert nem innen kellett volna jöjjek, de korrigálva a dolog. Na, mindjárt jövök. Na, nézz. Madarak szedik ki a rovarokat. Fűből. Na jó, gyerekek, elmegyünk haza. Haza elég volt csavargásból.
aztán majd otthon találkozunk, megmutatom, mit vettem, oké? Na, meg is jöttem. Ugye, voltunk kint, nem volt semmi produkció. Szóval mit vettem? Hát, mit vettem? Aldiba vettem hagymát, krumplit, virsrült, német virsli, paradicsom, tortillát, liszt tortilla, tehát nem kukorica. Várják közben itt. Nézd is, hogy mit veszek. Lettuce, de ez artézia, ez egy másfajta, amit szoktam. Szemetes zsákok. Egy darab sweet sour, ázsiai szószt. Kosher uborkát Szofinak. 24 tojás. Taco seasoning mix. Fiamnak akarok készíteni egy csirit. Majd ahhoz hoztam fekete babot, azt nem ahhoz, hanem ezt hoztam hozzá, a csiris babot majd, paradicsom szószt, szinerik, ez a kambudzsa, penko, prézli, ez a szőrös prézli, egy olaj, eper, újhagyma, mozzartella, és ez a ugyancsak mozzartella, de ez a strings, ez a Szofi imádja. Na, itt van egy érdekes dolog, amit majd mindjárt be is mutatok. Jaj, a kenyeret nem hoztam be, mert az nagyon friss kenyérrel kell ezt, majd mindjárt mutatom, jó? Hogy miről van szó. Na, gyerekek, ami itt van, mondtam ugye, hogy jó árat fizettem, $80, 78 valamennyi, úgyhogy $80, meg vagyok elégedve. Ja, meg egy hát csirke combot is hoztam, két, ez a felső combok. Na, ennyi. Neked mit adjak? Adjak egy kis virslit? Ja, majd egy kicsit kapsz, jó? Jó van, kis vacak. Nagyon várta, hogy hazajöjjek, nagyon-nagyon várta. Jó van, egyen meg a szívedet azt. Jó van. Jó van. Jó van. Na, adjál dolgozni. Na, behoztam gyorsan. Hát, hoztam egy nagy bagelt, meg kettő ilyen vékonyabbat. Ilyen nagyon frissek most még. Meg ez is majdnem kihagytam. Ez a Gatorade-ot. Na, ennyi volt, gyerekek, akkor. Jó, elpakolok, és akkor mutatom a appetizert. Nagyon érdekes lesz. Nos, mint ígértem, fogok mutatni most egy érdekes dolgot. Lehet, hogy nagyon sokaknak ez teljesen új lesz. Bizony, nekem is az volt egy darabig. Ugye az olíva olajak, hogy mit lehet belőlük csinálni, hát egyrészt főzöl vele, ugye ugyanúgy, mint a másfajta étolajakkal. Viszont van egy pár ország, ahol nem csak hogy főznek vele, hanem mivel hogy nemzeti termék, vagy hát főtermék, ugye az olíva, sok helyen nem terem meg nagyon sok minden, mint Magyarországon. És hát bizony, ugye az olíva olajat, az különböző módon készítik el, és használják és fogyasszák. Hát appetizer, tehát ilyen étvágy csinálónak most én fogok mutatni valamit, amit én is nagyon-nagyon meglepődtem, amin én is nagyon-nagyon meglepődtem valamikor voltunk egy helyen, a leányomnak van egy barátnője, még mindig jó barátok, osztálytársa volt, és hát ők olasz származásúak, és kérem szépen, egyszer meghívtak minket, és hát egy valami hasonló
hát nem pontosan ez, de ilyen hasonló megoldást láttunk. Először nem tudtuk, hogy mit csináljunk. Mit kell csinálni. Ugye? Az édesapja azt született olasz volt, illetve olasz még nem az, hogy volt. Hát, gyerekek, két választásod, három választásod is van, vagy te megcsinálod a fűszeres olajat, hát azt érveli kell, vagy pedig, ugye sima, hát ez most éppen nem sima, tehát natur, csak sima étolaj, vagyis olívaolaj, ugye kiöntesz, ezek speciálisan erre vannak, ezek a edénykék. Kiöntesz, ugye, egy kis olajat, és itt van Italian seasoning, ebben minden benne van, ugye olasz fűszerkeverék, és hát így megszórod. Ebben van minden. Oké? És utána választasz magadnak egy balzsamik vinegárt, ami szintén ilyen fűszeres ecet. Általában nagyon sok esetben ez fekete. És belecsepegtetsz egy ennyit. Oké? Eddig lehetett követni. És akkor innen már nagyon egyszerű a dolgod, ugyanis vagy villára szúrod a kenyeret, tehát mind a fondűné, vagy pedig, hát csak belemártod. Először is ugye ezt összekeverjük. Kicsit. Oké, ez amikor te csinálod. Egy valamit felejtettem. Egy kis sót. Nem sokat. Nem muszáj sózni, de jobb íze van, hogyha sózod. És ennyi az egész, és hiszitek nem, ezt az olaszok régen, de mondom, naj, ezen édesetet, ahol gyerekek, nagyon-nagyon jó, hogy nyeljem le. Na most, ha nem akarod ezt az Italian stylist, akkor csinálsz egy olyat, hogy pici erős paprika, látszik valami elnézést, fekete bors, tehát te magad fogod és összeállítod az ízt, magyarul. Oké? Tehát egy ilyet csináltam. Pici só. Nem bontok fel másikat, egyik, sok különbség nincs. Ebből vigyázva, ugye a balzsamik vinegárból, tehát a balzsamik ecet. Ecet balzsam, vagy nem is tudom, minek hívjam. És akkor szintén, mondjuk ilyen naturból egy keveset ráöntesz. Ezt össze lehet jó keverni. Most nem akarok túl sokat csinálni, mert hát... Szóval azért mondom, nem tudom, meglepődnétek mi, hogy így elétek raknának ilyesmit, valahol így elmennétek vendégségbe, és akkor hát hirtelen nagyon sokan nem tudnák, hogy mit csináljon vele. Mihez kezdjen. Ugye? De ez nagyon jó friss kenyérnek kell lenni. Vagy kifli. Megyik jobb, mint a másik. Ja, Isten. Következő verzió, amikor sült fokhagyma, olívaolajban és különböző fűszerekkel látszik, érlelve, tehát ez már, ezt húgom készítette, ezt nem
nem az van benne, ami az üvegen. Ezt a húgom készítette. És itt van egy másik, ez a Évinek a kedvence. Ez viszont már eredeti, amikor is csak nagyon kevés fűszerezéssel, szintén fokhagyma, ugye meg van érlelve magában az olajban. Ugye? Van egy ilyen verzió is. Na most ezt lehet még fokozni, hogy mondjuk van valamilyen fűszerkeverék, akár Katányi vagy bármelyik magyar fűszerkeverék. Megadom rá az engedélyt, nyugodtan használjátok, ami jól esik. Ha nem ragaszkodtok kimondottan az olaszhoz, ez ilyen csipős, kicsit csipős fűszerkeverék. Szintén lehet fokozni, ugye, akár még egy kis erőse, ha szereted az erőset. És akkor nagyon picit megsózom. Ez most egy pikantét csinálunk, jó? És itt van a pikante olaj, amiben szintén van már paprika. Kicsit összerázzuk. Tehát amikor szereted az erős, tényleg az erőset. Ami, hát, nagyon jó, hogyha szereted. És kérem, fokhagyma, el lehet nyomni benne. Megmártjuk. Rátettem. Van itt. Voilà. És fogyasztod. Ez volt a legjobb. Komolyan. Csak találom rá. Pillanat. És utoljára pedig parmesán. Használt rá mondjuk itálián fűszerkeveréket, összekevered, vagy bármelyiket, száraz fűszereket, amelyiket szereted. Balzsamik, mondom, nem akarom felbontani a többit, egy kis balzsamikot teszünk. Ezeket ők ételek előtt teszik, nem ételek helyett. És akkor egy ilyen pasta sugo típust. Ebbe is van minden, nézed, ott az alján. Ezek már ilyen fűszeres, ízesített olajak. És megöntjük egy kicsit. De rakhatsz még bele erőst. Amelyik jól esik. Bazsarikom. Itt van a toszkánai aromák és fűszerek. Szóval, gyerekek, voilà. Hát én nagyon kedvelem ezeket a dolgokat. Próbálkozzatok. Aki még nem ismeri, gondolom nagyon sokan jártatok már Olaszországba, és már találkoztatok ezekkel a dolgokkal. Ja. Nagyon jó. De ehhez mondjuk is szalámit, ilyen füstölt szalámit, vagy bármit mellé. Füstölt sonkát, nekockázni, sajtokat. Borzasztóan finom. Na most egy baja van ennek a dolognak. Mindössze. Ha ezt így elkezded enni, először lehet, hogy nem fog ízleni. Mikor legelőször mutatják ezt be neked, és kipróbálod a ízeket. De ahogy kezdesz belejönni, egyre többet fogod nyomkodni benne a kenyeret. Ezért ők
van ilyen nagy tájuk. Ez tele van kenyérre, így a szabályba. Ilyen kenyér vagy, valamilyen kenyér, olasz. Friss kenyér. Az azt nem tudtam, hogy mit akarnak. Hogy miért van annyi kenyér, minek? Mondom, mit raknom? Hozta oda olajakat, ilyen, így, ahogy itt mindenféle fajta. De ennél több volt. Etetek. Na, csak lestünk a évivel. Aztán... Jó. Próbálgattuk. Azt is. Most... Ugye mondtam, hogy egy baj van ezekkel a dolgokkal. Ezt, hogy elkezded enni, belejössz. És a végén... Nem tudod abba hagyni. Mert ahogy én sem. És úgy bezabálsz ebből, mint egy állat, gyerekek. A második, tehát ami, és csak ők ilyen gyakorlatilag ilyen erőételnek szánják. Ez nem ez a fő étel, ez csak amíg elkészül a kaja, kirakják. Nem tudom, aki járt már Olaszországba egyes éttermekbe, biztos, hogy találkozott ilyesmivel. Annyit szerettem volna megmutatni. Aki úgy gondolja, mindjárt mondom. Szóval, aki úgy gondolja és lát a boltokban ilyesmiket, javaslom, hogy bátran próbálja ki. Még az utolsó falat, ezt benyomatom, aztán jól van. Gyerekek. Nem lesz tőle hasmenésed, nem kell megijedni. Egyáltalán. És az olíva az nagyon egészséges. Na. Köszönöm, hogy végignéztétek. Politizálja egyet. Na, majd. What's that? Menjél kicsit hátrébb. Uh-oh. Fény miatt. Ez ennyi? Mert oda. What is that? Oh my god. Próbáld fő. Oh. Na de most tartsa a másikat, remélem. Oh my god. Ha? Yeah, de ez nagyon szép. Túl nagy vagy milyen? Na, pont jó. Nem esik le? Thank you. Happy anniversary. Thank you. Ajajaj, de szép. Várjál, föl kell tenyem a másik szemüvegem, hogy jobban lássam. A gyerekek, itt a gyűrű, amiről szó volt. Most megpróbálom kicsit beljebb hozni, közelebb, ha bírom. Perfect. Na, hogyan? Hogy így kell, ugye? Most ugye volt egy családi gyűrűnk kövekkel, amiből kiestek a kövek. Mutasd ide? Csak egy kő esett ki, de... Olyan, itt van, ez majdnem az. Annyiba kerül megcsinálhatni, amennyibe a gyűrű igen, kerül. Szóval nem tudják magyarul megcsinálni. Ha meg tudják, csak sokba kerül. És ebbe pedig van 4 darab gyémánt. Oh my god, that's very nice. És van egy kis súlya is. Ajajaj, ez nagyon szép. Mutasd ide a kezedre. De most akkor a másik gat, amit még itt volt, azt most nem tudod mellé hordani, ugye? De, föl tudom. Hogyan? De akkor szoros. Na, fölfér még oda, ide fér. És elé ide fogom tenni. Használd egészséget. Thank you. Hát ez nem került le az ujjamról már 27 éve. Ja. Ez. Azt is én vettem. Ja, ez volt a legelső. Ja. És az melyik ez? Az a Maritova? Uh-huh. Na jó van. Ki kellene tisztítani. Az a lényeg. Sikerült és jó lett. Nem véletlenül hívott fel a Mari.
Én ott álltam mellette. Hallottam a hangodat egyébként. No, de hallottam. Nem hallottam. Valamit beszéltél, de azt hittem, hogy ezért valahogy otthon csináltok valamit. Ja. Na most, amit őtől lekaptál most, az a kicsi, az most, azt nem hordod most. Azt nem tudom, tudom hordani, de csak akkor, ha nem dolgozok. Mert ha dolgozok, akkor túl nagy ahhoz megkocoljak. Na jó, ennyi volt a gyűrűvásárlás. Hát ez pont jó így. Olívaolaj. És rá a hagyma. Amíg a hagyma elkezd dísztelődni, ugye itt van nekem ez az Italian sausage, nincs most darált hús, és erről leszedjük ugye a húst. Lehúzzuk. Nem jött le a bőr egybe. Ne, talán jön így is. Ja, így, nem. Kicsit meg van tapadva. Kénytelen vagyok lekaparászni, gyerekek. Mikroztam, és látjátok, ráhúzódott szinte a bőr. De semmi probléma. Szépen leszedem. Ott van. Lehetőleg mindegy szemig. Ja. Ezért nem jó mikrozni, mert akkor próbálod így lehúzni, nem jön le. Igen, most már átöltem a húst. Most már mind darált húst, ugye? Jól mondom. Hol van az a öregebbi kanalam? Elbújnak. Majd ez szétesik, ahogy ugye melegszik, nem? Kicsit erősítek, nem akarom szétégetni az edényeket, úgyhogy most már soha nem fogom fölrakni olyanra, olyan hőfokra, hogy felizzon az a spirál. Azok teszik tönkre az ételeket. Na most ezek az új edények, ezek a új típusú edények, ezek még elég drágák, szóval most már igyekszem vigyázni jobban, mint eddig. Jobban kímélni. Nem. Hát itt se ingyen van, semmit nem adnak ingyen. Jaj, ma eszembe jutott egy sztori, mert hogy tudom, jól nézett ki az a ez, vagy az, vagy amaz, ott láttam valamit, aztán nem érzem. Annak idején, hát, mikor még fiatalok voltunk, ugye? Hát a feleségemmel összeismerkedtem, stb. És hát, hogy ki hogy néz ki. Csak beszélgetek egy srácsa. Egy személygépkocsi vezető volt ő is a kórháznál. És hát feleségem meg jött ott végig, ugye? Ment valahova, fehér ruhába, tehát dolgozott, már akkor még már beszéltem vele. Még csak ott ácsorogtunk, azt így messziről gyintett, hogy hello. Aztán, de ő ített először. Azt mondja, akivel beszéltem, nem akarom a keresztnevét mondani, mert nem. Azt mondja, hogy tán csak nem úgy gondolod, hogy az a nő szóba áll veled. De azt mondja, így. Azt mondja, az még nekem is kemény dió lenne. Azt mondja, ez a nő. Mármint, hogy őnek, az ő számára kemény dió lenne. Hát, hogy finoman mondjam, megmászni a hegyet.
Na igen, hát az nagyon neked kemény baszki, de mondom, hogy már fél éve együtt élünk. Elmész a mondom. Az a fél éve már, nem sokára meg lesz a esküvés. Ezt nem nézte volna ki belőlem. Évi nagyon jól nézett ki. Még utána is jól nézett ki, két gyerek után is, de előtte azt tényleg nem volt, hogy... Na. Három kis gerec fokhagyma. Fordulsz. De. Aztán, amikor már együtt voltunk, együtt laktunk, mondom, mi egy évig együtt éltünk, mielőtt megvolt a, úgy, hogy a házasság, tehát esküvő. Egy évig mi együtt laktunk albérletbe, meg még utána is sokáig. És akkor már később, mint Fogor Jánosné, ugye, valamit kellett intézni az irodában. Az irodisták engem ismertek. Hát aztán nem voltak túl jó véleménnyel rólam. Tudták, hogy nős vagyok, meg hogy ott szívoskodok ott a nőkkel, hogy beszólok, meg hülyéskedek, meg viccelődök. De nem tudták, hogy ki a feleségem. Ugye látjuk, hogy nem teszek rá se sort semmit. Ugyanis tisztel keveréket fog kapni. Egy picit megpirítom a hagymákat. Szóval nem tudták, hogy ki az. Tudták, hogy valaki, valahol itt valaki, de konkrétan nem. Aztán az Évi bement az irodába, a munkaügyi osztályon, ott volt valami, meg a pénzügyi, mit tudom, valami ott a fizetéssel kapcsolatban. Jó napot kívánok! Hangosan, ugye Évi egyenes tartása volt az Évinek, ugye hegyes sarkú, ugye normális, ilyen hétköznapiasan öltözödik, elegánsan, nagyon elegánsan, gyenge make-up, hát kultúrát, hát ő orvosnőnek, orvosnő lett volna elvileg, doktornő lett volna, ha nem találkozik velem. Szóval lenne egy kis problémám, azt mondja, a múltkori elszámolás, így meg úgy meg amúgy. Azt mondja, hogy hívják önt, kedves, azt mondja, hogy hívják. Szóval Fodor Jánosné. Abban a pillanatban ott volt 8 nő, mit fölkapta a fejét, és csönd lett, és nézték. Azt mondja, maga a Jánosnak a felesége. Azt mondja, ez igen, azt mondja, nem tudom. Hát szóval tudtuk, hogy nős, de nem tudtuk, hogy maga az. Szóval magát ismerjük látásból, ott dolgozik a szülészetem, mint szülésznő. Az igen, igen, azt mondja, Ózor Éva vagyok. Jó, nem volt semmi. Aztán... Alright, bab. Aztán pár nap múlva, hát én is mentem a irodába, ott nekem elég sok dolgom volt, ugye, mint urazalmi sofőr, ugye zsigulis, uverhás, és... Azt mondja, János, itt volt a felesége. Itt volt a felesége valamelyik nap. Mondom, tudom, tudom. Azt mondja, hogy őszintén, János. Meg tudná maga nekünk azt mondani, mit teszik magán ez a nő? Mert azt mondja, maga egy szélhámos, csirkefogó, mit tudom, hát nem így, szó szerint, de körülbelül ez jött ki. Nőhajház, szóval ilyen, hogy... Ők azt is kinézik esetleg belőlem, azt mondja, hogy tudjátok, a magyar nők azok nagy pofájúak voltak, meg azok is. Meg hogy kinézik belőlem, hogy én nem veszem komolyan ezt a nőt, és ők nagyon aggódnak ezért, meg azért, meg amazért. Azt mondja, hogy hogy lehet az, hogy egy ilyen művelt, kultúrált nő egyáltalán szóba állt magával, aki hát ugye semmilyen iskolai végzettsége nincs.
mosolyogtam, hát én is ugye, kihúztam magam, hát akkor még valahogy ki is néztem, mondom, kedveseim, minden titkomat nem árulhatom el önöknek, hogy mit eszik rajtam. Úgyhogy, mondom, vannak titkok, titkaim vannak. Meggyőző voltam? Menjek? Hát szóval, voltak dolgok. Nos, azért nem fűszereztem eddig, mert hát itt van original chili seasoning mix. Ezt belepattintjuk. És kérem, gyakorlatilag majdnem úgy kész is. Összefőzöm. Majd a felébe rakok, már nem rakok, majd a fiam meg fűszerezi magának, vagy akarja. De most tennék bele a chiliből, a valódi chiliből, akkor jövő nem eszi meg. Jó, és még egy dolog jön. Egy kis doboz paradicsom szósz, hogy legyen az is benne. Mert illik belerakni, ugye? Paradicsomot is. Abban a pillanat megváltozott az illat. Na most innentől fogva te úgy fűszerezel, még rá, ahogy akarsz. Fekete bors, fokhagymapor. De szerintem semmi nem kell, mert ők ebbe már beletettek mindent. Kész, lezársz. És ami hő még van a pattiban, az bőven elég lesz ahhoz, hogy teljesen megfőjön. Gyerekek, ennyi. Jó. Hát ehhez nyilván, hogy ebből a kenyérből lesz fogyasztva. Meg csak ellenőrzöm, hogy sótartalom, egyebek, minden rendben van. Ha nem, akkor mit teszek bele, amit akarok. Fűszerezném tovább, mégpedig bors, fokhagyma és sóval, meg még erőssel is, de akkor a Évi nem fogja megenni. Így viszont igen, úgyhogy hozzáigazodunk. Egyébként aroma, íz, tökéletes. Na most ez úgy is fogyasztható, sőt, hát, hogy ezt ugye kis serpenyőt megmelegítesz, belerakod, fölmelegíted, hogy puha legyen, teszel bele a közepébe, összefogod így, mondjuk ide beleteszed a csilit, vagy amit eszed, sajtot még rá, vagy esetleg előtte salátát, és akkor így mi szoftákot, ugye megeszed. Szóval, ilyen egyszerű. Oké. Még a sztori befejezéséül, aztán zárom a videót, annyit tennék csak hozzá, hogy ezeknek az asszonyoknak aztán később teljesen megváltozott a véleményük, amikor már jobban megismertek, és ugyanígy ezt a véleményüket ugye apósom is osztotta, és akkor a végén kellett, nagyon gonosz volt hozzám, meg hát hozzánk, ugye? Mert nem azt csináltuk, amit ő gondolt. Na végén aztán megmondta, hogy bocsánatot kér tulajdonképpen, és elégtételképpen elismeri azt, hogy
ő engemet sokkal, de sokkal többre tart, mint a saját fiát. Ez nekem egy nagyon nagy dolog volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, jó egészséget kívánok, találkozunk legközelebbi videóban. Bye-bye!